No! Akkor zárásként még pár gondolatot arról, hogy mi lesz ezután. Ugyanis... Így van, pontosan bele fog dögleni ő is. Bele fog dögleni a többi mocsok is. Azt láttátok, itt van egy csatorna fedél, és ezek itt ezen a környéken iszonyatos büdöset szarnak. Tehát az teljesen egyértelmű. Azt gondolom, hogy alkotmányos jogaink gyakorlásának durva megsértése volt október 3-án hajnali 2 órakor, amikor egy békésen és bejelentve gyakorolt demonstráción megjelent a rendőrség, és egy mondat csinált okra hivatkozva el kellett jönnünk a Cinege útról. Ezt nem tűrjük, mert ha ezt tűrnénk, akkor Magyarország alaptörvénye és az emberek alapvető emberi jogai, a szólásszabadság sérülne. Erre már ki is találtuk itt azzal a kis csapattal, hogy mi lesz a megoldás. Legegyszerűbb az, hogy visszamegyünk. Két módon is vissza fogunk menni, egyrészt magát ezt megtámadtuk bíróságon, de éppen bejelentek egy új demonstrációt a Cinege útra, egész egyszerűen azért, mert az új demonstráció bejelentését a bíróságnak gyorsabban kell elbírálnia, tehát ott van egy sürgősségi kötelezettség, míg ez egy sima peres eljárás, és nem biztos, hogy gyorsan meg lesz. Bejelentünk egy demonstrációt, ami október 17-én fog kezdődni, 10 órakor elmegyünk az izraeli nagykövetséghez. Bárkit várunk, nem csak devizásokat, ugyanis durva sértés, hogy az izraeli nagykövetre hivatkozva kellett abba hagynunk a demonstrációt. Ki az az izraeli nagykövet? Senki! Hát vendég ebben az országban, az én országomban, a te országodban, meg a te országodban. Akik ott csövezünk, van egy véleményünk, ezt a véleményünket ki akarjuk fejezni, és az izraeli nagykövet beleköt. Lesz néhány kérdésünk hozzá, eljutatunk neki előre ezt, és ott is megpróbáljuk átadni. Kíváncsi leszek, hogy gondolja ő a barátságot, amit a valamelyik nap a tévében előadott. Nem tudom, láttátok-e azt az interjút. Az a kérésem, akinek megvan, küldje már át privibe, mert láttam, de ki tudja, hol láttam már. Küldjétek át, mert erre fogunk hivatkozni. Ő azt mondta, hogy ők barátsággal jönnek ide hozzánk, és itt pénzt akarnak befektetni. Én azt gondolom, hogy ilyen emberekkel én nem barátkozom. Aki nem hagyja, hogy az országomban élje az alkotmányos jogaimmal. Tehát erről szó nem lehet, ezért mindenképpen ott kezdünk, ott elhangzanak majd néhány ezzel kapcsolatos beszéd, átadjuk ezt a petíciót, és utána elköltözünk Orbán Viktor házához. A toronyban fogunk kezdeni, ez nagyon fontos, ott állítjuk fel először a sátrat, és Gyöngyinek a javaslatára hangosan fog szólni teli torokból, hogy újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat, csapjad össze, csapjad össze! Csapjad össze a mancsodat! És ezt újból és újból ott fogjuk énekelni, biztos nagyon fognak nekünk örülni. Éva Régni biztos egyébként, tehát szerintem ő örülni fog. Meglátjuk, hogy egyébként a milkásoknak hogy fog tetszeni ez a dolog, meg a Csányi, vagy nem a Csányi, hanem az Orbán családnak. Tehát így fog működni a dolog, nagyjából dél körül fogunk oda megérkezni, remélem ebéddel fognak várni, hogy megérkeztünk. November 1-ig fogjuk ugyanúgy bejelenteni, de 20-án, akik ott ezt a 3 napot bevállalják, remélem nagyon sokan leszünk, én nagyon bízom benne, 3 nap egyfolytában elmegyünk a Kásleres tüntetésre, onnan rögtön. Fel tudom ajánlani, hogy aki esetleg meg akar fürödni, nem túl nagy kerülő hozzánk tökörre jönni, ez gyorsan lezuhízhat, és úgy megyünk. Ugye úgyis ott is lehet, hogy kellenek sátrak, meg ilyesmi, mert a héten majd beszélek Árpival, hogy most akkor mi az ezt akar. Tényleg ott maradunk-e 23-áig, mert ha igen, akkor csapjunk oda, aztán üssük a vasat rendesen. Ahhoz viszont kicsit fel kell készülni, én sajnálom, hogy ők nem gyakoroltak erre. Tehát valószínű, így körülbelül 10-12-en voltunk itt már a hűvösebb időkben, amikor részt vesztünk ebbe. Mi tudjuk, hogy mit vigyünk egy ilyen túrára, hogy készüljünk fel, és hogy érezzük magunkat. Én egy kicsit nehezen tudom elképzelni azt, aki soha nem csinált ilyet, és nem próbált, aki kicsibe, az mondjuk 20-ától 23-áig hogyan fogja kibírni az utcán. De majd meglátjuk, az ember sok mindent kibír, sok mindenre fel lehet, vagy meg lehet tanulni, fel lehet készülni. Közben 11-én,
ugye nem csak UVT lesz délután 5-kor, hanem a Chiliben is lesz egy sorozat. Egész egyszerűen azért nem tudtam nektek szólni, hogy nem tudok venni, mert hogy még mindig a bocskoknál vannak a számítógépeink. És ugye oda már bele volt írva, hogy lesz ez a dolog, akkor azonnal szóltam volna, hogy máskor legyen az OTVT, és ezt tegnap döbbentem rá, hogy egyszerre van. Nem baj, majd Vili képviseli, amit mondtunk. Aki Erzsébeten van, mindenképpen szorgalmazzátok, osszátok, hogy ott egy lakossági fórum lesz. Azt kell tudnotok róla, hogy az önkormányzat ezt meghirdette volna az helyi újságban, ingyen adta volna a termet, és egy videóriport is készült volna, amit leadnak. Majd amikor kiderült, hogy engem terrorizmussal való fenyegetés elkövetésével gyanúsítanak, hirtelen találtak egy mondva csinált okot. Azért nem jelenhet meg a hirdetés, mert az e-mail címemben benne van az, hogy pókaingatlan.hu. És ez reklámnak minősül, föntről leszóltak. Majd két nap múlva újabb telefon az önkormányzatnak, már nem is adhatja ingyen a termet. Úgyhogy a Pálosi Attila intézkedik az ügyben, hogy azért ez meglegyen, és legyen terem. Mondta, a végszükség esetén, ha nem tudja összeszedni, akkor ő fogja befizetni. Tehát nem áll meg az élet, az, hogy még vannak hivatalnokok, akik beszarnak, az azt gondolom, hogy minket nem nagyon zavar. De ugye Óvári Bálint intézett Délegyházán már egy lakossági fórumot nagyon nagy sikerrel, és a mostantól a Karsai Jánosnak kiadtuk a tagsonyt is, hogy most már ő egyeztessen, és ne nekem kelljen csinálni. És hadd menjen, ebbe ez a mozgalom. A mozgalom attól mozgalom, ha mozog. És akkor mozogjon benne mindenki. Szervezkedjen, intézkedjen, és találjon megoldásokat, mint ahogy ti többnyire csináljátok is, és ebbe kell belevonni egyre több embert. És ugye 11-én lesz még egy jelentős dolog. Kedvenc bankjaink, osztrák bankok miatt az osztrák nagykövetségnél, ez 2-kor lesz, ugye? Így van. 2 órakor ott fogunk demonstrálni, és ha jól tudom, kérdéseket fogtok feltenni, vagy nem tudom, mit lesznek ezzel kapcsolatban, és néhány dolgot majd németül szólni fogunk, ich liebe dich, und Spitzel, tehát ilyenekre emlékszem, még a filmekből. És azt is el lehet nekik mondani, hogy nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka. Ugye az osztrák bankok így jártak, ez valahogy így szól az én német tudásommal, hogy die Vogel möchten zu groß, aber seine Schwanze keine Stark. Valami ilyesmi. Ezt mondjuk neki, hát ha érti vagy nem. Tehát ez egy nagyon fontos rendezvény, én azt gondolom, nagyon jól találták meg Katiék a fonalat, ugyanis lehet, hogy ezekben az országokban az ország vezetői nem is tudják, hogy ezek a mocskok itt mit műveltek. Ez lehet. Tehát juttassuk el hozzájuk egy jó kis tényfeltárást, legyenek benne, én azt gondolom, hogy nem tudom, terveztétek-e, mennyit vett fel, mennyit fizetett már vissza, és mennyivel tartozik. A múltkor a német újság azt mondta, hogy biztos fordítási hiba, mert az nem lehet, hogy 35-öt vettem fel, 15-öt visszafizettem, és 50-nel tartozom. Mondta, fordítva van, 50-et vettem fel, 15-öt visszafizettem, és 35-tel tartozom. Nem? Magyarországon nem így számolnak. Ugye lehet, hogy ilyen sztorikat, ez ugye konkrét sztori a Sopron Bankkal kapcsolatban, lehet, hogy meg kellene kérdezni az osztrák nagykövetet, hogy ő ezt érti-e, hogy működik. Ausztriában, ugye ott a svájci frank hitelek miatt eljárás indult és kártérítést fizetnek, mert néhány 10%-ot elmozdult a frank az euróhoz képest. És már is kártérítéseket fizetnek. Ugye a történetet biztos ismeritek, és ezért kell Ausztriába menni, mert valószínű onnan eredhet ez a újkori kirablás, mert ugye a Svájcban dolgozó osztrákoknak találták ki ezt a hitelt, mert ugye nekik logikus, hogy svájci frankba fizetik. Na de ott fizethették is svájci frankba ezt a dolgot, hiszen Svájcból kapták a fizetésüket. Majd amikor kiterjesztették az ország többi részére, mert a bankok ott is szemfülesek voltak, akkor leállították. Mert azt mondták, hogy aki nem dolgozik Svájcban, annak miért kellene már svájci frank hitelt adni? És aki Magyarországon forintba kapja a fizetését, még kéne már neki svájci frankot kapni? Nem is kaptunk. Nem is kaptunk, igen. De abba kell visszafizetni, amit nem fizethetsz abba vissza, hanem hogyha valakinek véletlen volt valahonnan svájci frankja, azt előbb átváltott a forintra, átváltási költségért, frankba beszámolták neki, szintén átváltási költségért, tehát ez egy ilyen nagy disznóság. Én azt gondolom, hogy legyünk ott jó sokan, és mutassuk meg, hogy mi van. Én előtte a Pestvidéki nyomozó ügyészségen tanúként fognak meghallgatni valami titokzatos ügyben, és nem mondták el, hogy mi az ügy,
mondták, hogy ott majd megtudom az ügyésztől. Ha véletlen nem érnék oda, akkor valószínű ott tartottak, tehát ilyet ugye már láttunk néhányszor. Elképzelésem nincs, hogy miért lehet. Egy kicsit talán a Sziget-Szent Miklós alsóvécsi hivatárban jelent meg, hogy Sziget-Szent Miklóson valaki, nem tudjuk természetesen, hogy ki, mert honnan tudnánk. Aki ne, nekem a képen úgy tűnik, mint egy kisgyerek lett volna a hátán, és ettől van a ragasztót nyomott a banknak a zárjába. Hát, véletlenül. Hát ilyet, ettől képzelni egy kisgyerekes apuka. Nem, szerintem ezek jobban csúszson, vagy csak nézte a feliratokat, hogy hány százalék kamatra vehetek fel hitel, és ezek a macskok rá akarják fogni. Szerintem valamelyik dolgozó volt, akinek már elege van a mocsokból majd. Nem tudom, milyen ügyben hallgat neki, vagy ez lehet, vagy még az is lehet, hogy a sok feljelentésem miatt, amit a bankok ellen tettem, végre meghallgatnak, és azt mondják, Boka úr, itt most azonnal menjünk, kap 25 rendőrt, tartóztassuk rá a mocskot, vigyük el a számítógépeiket, és túrjuk át a lakását. Ha nem érek oda, akkor még lehet ez is, jó? Akár ez is benne lehet. Laci, várjál, bocs, ne haragudj, még mielőtt levegőt veszel. Tehát még egyszer, 11-én, 14 órakor, osztrák nagykövetség, Bencz úr utca 16. Szuper! Van esemény oldalunk? Van. Azt az már aki küldje el, szintén legyen szíves, így nem olyan egyszerűek a dolgok. És akkor nem az Oktogon, hanem a Moszkva tér folyamatos, november 1-ig van bejelentve, oda 2-3 ember kellene csak napközben, tehát ott este mindig összecuccolunk, hogy ne kelljen kint éjszakázni. Állítólag nagyon jó, kalandos, bármikor bárkit elvisznek, mármint az ellentüntetőket, hívni kell a rendőrök, ezek imádnak elvinni ellentüntetőt. De igazuk is van, azért vannak itt, hogy minket megvédjenek. Az a legjobb. Az a legjobb, mert hogy miért ellenünk dolgozik, a rendőröknek nagyon fontos és nagyon tetszik, amit csinálunk, és ez így is lesz rendben. És 20-a után meglátjuk, mi történik, de attól függetlenül az élet nem fog megállni. Dorog, Esztergom, Józsi és Ágica egy autós demonstráció keretében fogunk bankot plakátolni, és a végén egy lakossági fórummal fogunk zárni. És utána lesz valahol Zalaegerszegen is egy hasonló történet. Ők, ugye Zalaegerszegen, tudnotok kell, ha nem tudtátok, 2-3 mennek neki a bankoknak, plakátolgatnak, és mindenféle ilyen dolgot művelnek. Három csaj, azonnal férfi kellene neki, nagyon gyorsan. És ez is nagyon fontos, hogy kitették a várostáblára is, hogy itt bizony végrehajtás nem lesz. Ezt is örökbe lehetne fogadni, és mindig újból és újból kitenni, hogy a végrehajtók húzzanak a rákba ebből a városból. Ez egy nagy álmom egyébként, hogy eljussunk oda, hogy az önkormányzat, a képviselőtestület az emberekkel együtt ne engedje be a végrehajtót, mert itt bizony mocsokság folyik, és ezt nem hagyhatjuk. Tehát ilyenek lesznek, amikről tudunk, és tudjunk még többről. Természetesen hát ha 20-án, tehát én azt mondom, hogy bármi is történik, legyünk ott, mert ha nem leszünk ott, nem tudjuk meg, hogy mi lesz. Legyünk készek arra, hogy bármi megtörténik. Én mindenképpen azt javaslom Árpinak is, hogy az Oktogont kellene lezárni, ha van legalább 2-300 autó, azzal azt meg lehet tenni, és bizony addig onnan el nem mozdulni, amíg nem lesz. És mondjuk óránként bezúzni egy kirakatot közben. Hajrá, és aztán elmenni, ott van jó sok bank, még mindig nem állt le a végrehajtás bunkbe. Még mindig nem állt bunkbe. Ha elég sokan vagyunk, mit tudunk tenni, nem? Frici mutatja majd, hogy kell ezt csinálni. Ez egy nagyon jól megy a dolog. És felhívom a nyomozó ügyészség figyelmét, hogy az eszközöket viszont adják addigra vissza, mert hát ha valamelyik bankot nem lesz ilyen könnyű, mert véletlen tényleg. Az van egyébként, Frici, nekem meg javaslom, hogy kártérítési pert kellene beadni a bank ellen, ugyanis az van a köztudatban, hogy ezeket nem lehet betörni. Tiednek betörött hille, majdnem átestél rajta. Úgyhogy ezt tiédnek is rászott egyébként lelkileg. És ha véletlen valaki egy olyannal fog találkozni, amelyikről visszapattan a kalapács, na az a baleset veszélyes, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ki kellene írniuk nagybetűkkel, hogy ez most törhető, vagy nem törhető ablak. És mi lett volna, ha valaki neki támasztja a bicikliét, vagy egy babakocsi neki gudul? Összetörik? Hát hogy gondoljuk ezt? Tehát ezek mindenképpen mocskok. Ha van rajtuk sapka haza. Ha nem, ezt nem csináljuk egyedül. Én is a húgó. Úgyhogy muszáj, tennünk kell.